Szeretettel köszöntelek, Jónásné Zsuzsa vagyok, önismereti és párkapcsolati tréner pedagógus. Írásaimat a csontvázasszony.blogspot.com blogoldalon olvashatjátok. Ma a Bölcs Bagoly című tuvai mesét fogjuk feldolgozni. A Bölcs Bagoly tuvai mese. Volt egyszer egy madárkán, akinek volt egy dühös, hatalmaskodó felesége. Amit ez az asszony egyszer a fejébe vett, azt meg is tette. És a férjét, a kánt úgy a markában tartotta, hogy az meg sem mert mukkanni. A kánné egyszer elgondolta magában, hogy megpróbálja, milyen az a madárhús. A kán meg is parancsolta, hogy teljesítsék az asszony szeszélyét. Kipróbált már mindenféle madárhúst az asszony, de még mindig nem volt neki elég. Meg akarom próbálni a fülesbagoly húsát, mondta az urának. A kán erre egy sebesszárnyú vércsét küldött a bagolyért. Az felkutatta a fülesbagyot, s átadta neki a kán üzenetét. A kán kéret sürgősen magához, mert a kánné a fejébe vette, hogy megpróbálja, milyen a húsod. A füles bagoly igen nyugtalan lett ettől a hírtől, és azt válaszolta. Nappal nem tudok repülni, nem látok. Eredj vissza, és éjszaka majd elmegyek magam a kánhoz. A vércse elsuhogott, és átadta a kánnak a bagoly üzenetét. Elmúlt a nap. Eltelt az éjszaka, de a bagolynak se híre, se hamva. A kánnét meg eszi a méreg, s vagdalja csőrével az urát. Miféle kán vagy te, hogy még a bagoly sem hallgat a szavadra? Mikor kóstolhatom már meg a húsát? Hamarosan, hamarosan, biztatja a kán. Mindjárt leszáll az éjszaka, s ide repül a bagoly. Jött is az éjszaka, meg el is múlt. De a bagoly nem volt sehol. A kánnéknál nagy volt a kavarodás. A madár szolgasereg csipogott, mert mindegyik félt a mérges kánné szem elé kerülni, attól féltek, hogy még agyonvágja őket egy gonosz pillanatában. Végül a harmadik éjszaka megjelent a kán előtt a bagoly. Kérdi tőle a dühös kán. Miért késlekedtél, te düllett szemű, mikor hívtalak? Hát, kán, első éjjel belekerültem egy nagy sokadalomba. Azért maradtam el, felelte nyugodtan a bagoly. Na és mi volt ott? Mesélj! Kíváncsiskodott a kán. Azon vitatkoztunk, hogy milyen fa van több, kidőlt vagy álló. Na és milyen fa van több? Kérdezte tovább a kán. Kidőlt fa van több, kánom. És miért van több? Azért, mert sok fát eldönt a szél is, és azok mind kidőltnek számítanak. Jó, jó, rendben van, de hol voltál a második éjszaka? Kérdi újra a kán a bagyot. Akkor is egy nagy gyűlésen voltam, mondja a bagoly. Na és ott miről vitatkoztatok? Faggatta a kán. Hát ott meg azon egyezkedtünk, hogy mi van több egy évben, nappal vagy éjszaka. És úgy döntöttünk, hogy éjszaka több van egy esztendőben, mint nappal. Na ne mondd, hogy? Hát úgy, hogy borús időben sem látna a napot. És az ilyen nappalok is éjszakának vehetők, kánom. Na jól van, de hol voltál ma éjszaka? Hát, már itt jártam a közelben a palotádnál, de itt ismét visszatartottak egy gyülekezésben. És ott miről tárgyaltatok? Hát azon vitatkoztunk, hogy melyik több a földön, a nő vagy a férfi. És úgy találtuk, hogy több a nő, mint a férfi. Már miért volna az asszony több, mint a férfi? Ámult-bámult a kán. Azért, mert azok a férfiak, akiknek a feleségük parancsol,
szintén az asszonyok közé számítanak. Azért van több nő, mint férfi. És ez áll a kánokra is? Áll bizony, kánom, felelte Jámborna Bagoly, s alázatossága jeléül még a meredt szemét is lehúnyta. Nagyokat szuszogott a kán, és gondolkodóba esett. Kár volt nekem a feleségemre hallgatni, hogy kipusztítottam annyi madarat. Engem is asszony számba vesznek majd emiatt. Milyen nagy szégyen lesz ez a madarak előtt. Ettől kezdve megtiltotta a feleségének a kán, hogy kipusztítsa a madarakat. A madarak pedig megörültek, s dicsérték az okos füles baglyot. Mit tehet az ember egy olyan élethelyzetbe, amelyben nem érzi jól magát? Egy olyanba, amiben egyáltalán nem szeret lenni, és amelyikből szabadulni szeretne. Ilyen esetben két lehetőségünk van. Vagy a helyzetet változtatjuk meg, vagy a helyzethez való hozzáállásunkat. Ha a helyzeten tudunk változtatni, akkor könnyű dolgunk van. Konkrét lépéseket teszünk a probléma megoldása érdekében, de vannak olyan helyzetek, amikor nem tudunk a kialakult állapoton változtatni, mert nem rajtunk áll. Ilyenkor az állapot helyett a hozzáálláson, a problémához való viszonyulásunkon kell változtatni, hogy elviselhetővé tegyük a helyzetet, hogy legkevésbé sérüljünk, hogy minél kevesebb kárunk származzon belőle. Ennek egy csodálatos példája ez a mai mesei életkép. Ennek a mai mesei életképnek a legfontosabb szereplői a madárkán, a felesége és egy bagoly. Azt olvassuk a mesében, hogy a kán felesége dühös hatalmaskodó, aki a valamit a fejébe vesz, azt meg is teszi. És a férjét annyira a markába tudja tartani, hogy az meg sem mer mellette mukkanni. Vajon miért változik meg nagyon sok nő a házasságkötés utáni években? Miért nem marad az a kedves, bájos, akit a férfi udvarlása során megismert? Ennek több oka is lehet. Ebben a mesében az az oka, hogy a madárkánné egy héra típusú nő. A héra típusú nők, vagyis a héra istennőket a görög mitológiából ismerjük, és elmondom a jellemzőiket. A héra típusú nők ugyanis sokkal jobbnak, szebbnek, okosabbnak és erősebbnek látják a férfit a házasságkötés előtt, mint utána. Nagyon sok nő idealizál egy képet, és ezt az idealizált képet élteti a szeretett férfiről, és amikor ez a kép elkezd kitisztulni, amikor a házasság minden napjaiban megmutatkozik a valóság, akkor egyszerűen a héra típusú nők házsátossá válnak. Elkezdik kritizálni a férjüket, mert nem olyan, mint amilyennek látni szeretnék, mint amilyennek elképzelték, megálmodták. A héra típusú nők tipikus feleségek. Olyan feleségek, akik mindenben a férfit teszik előtérbe, és úgy gondolják, hogy a nőnek egyetlen feladata az, hogy a férfi előmenetelét támogassa, hogy a férfit eszményítse. Ha azonban az a férfi nem teljesíti be a héra típusú nő vágyait, akkor a nő házsártossá kibírhatatlanná válik, mert csalódik az idealizált férfiban. A kritizálás és az állandó zsörtölődés mögött az áll, hogy a héra típusú nő megpróbálja olyanná változtatni a férfit, amilyennek látni szeretné. S ha a férfi mégsem változik, akkor a nő kellően meg tudja keseríteni a férje életét azzal, hogy a kákán is csomót talál, hogy elégedetlen, hogy veszekedős, hogy akaratos lesz. És naponta érezteti a társával, hogy mennyire elégedetlen vele, hogy mást vár tőle. A nő kibírhatatlan természete nem csak a férjét, hanem az egész környezetét megviseli. Sokan félnek tőle, mert ítélkező, kritikus és gonosz,
és aki képes az ellene szegülő embereknek nyíltan is ártani. A Héra típusú nő férje a legtöbb esetben egy behódol a zsarnoki természetnek, és pontosan olyan tehetetlen és pipogya lesz, mint amilyennek a felesége elmondja, és a férfi ezzel bizonyítja, hogy a nő élete végéig szekálhassa, ugráltathassa és parancsolgathasson neki. Vajon miért engedi meg egyik embere másiknak, hogy az uralma alá vonja? Ennek az oka a gyerekkorban gyökerezik. Amikor egy gyerek úgy érzi, és azt tapasztalja, hogy csak akkor fogadják el, és akkor szeretik, ha önmagáról lemond, és folyton a másik ember tesz előtérbe, mert ha nem így tesz, akkor nem szeretik, megharagszanak rá, és megbüntetik. Ilyen esetben kialakul a gyerekben egyfajta behódolási séma, melynek a következtében az egyén az irányítást a másik ember kezébe adja. Alárendelődik, hogy a másik meg ne haragudjon, meg ne büntesse, és el ne hagyja. A behódolással az egyén feladja a vágyait, elnyomja az érzéseit, pont azért, hogy megfeleljen a másik ember igényeinek. Gyakran úgy emlegetik a behódoló férfiakat, hogy papucsférjek. Csak hogy ez a papucság nem a házasságban alakul ki, nem a feleség az oka. Eredete a férfi gyerekkorából származik, amikor a férfi környezete, családja, a szülei feltételekhez kötötték a szeretetet, és a férfi kisfiú korában megtanulta, hogy akkor jár jól, ha behódol, ha teljesíti mások akaratát, ha másokat felmagasztal, és mindent úgy tesz, ahogy elvárják tőle, mert akkor békén hagyják, nem büntetik meg, és talán még szeretetet is fog kapni. A behódolás és a másik ember felmagasztalása viszont önmagunk lebecsülésével jár együtt. És azzal, hogy értékeinket fokozatosan elveszítjük, nem bízunk önmagunkban, félünk kifejezni az érzelmeinket és az igényeinket. Az a gyerek, aki a behódolást választja, pontosan olyan tudatosan teszi, mint a környezete, amelyik feltételhez köti az elfogadását és a szeretetet. Az, aki behódol, előbb-utóbb rájön arra, hogy a behódolás egy nagyon kényelmes megoldás. Azért, mert ezáltal ki tudja használni a családját, a környezetét, mert nem neki kell dolgokról dönteni, nem neki kell gondolkozni. Ezt majd megteszik mások helyette. És így a döntés miatti felelősségvállalást áthárítja a másik emberre, és ezzel önmagát felmenti a tettei következménye alól. Úgy gondolom, hogy ez egyáltalán nem gerinces megoldás. Ez egy olyan játék, melyben az áldozat, a behódoló fél ugyanolyan sunyi módon becsapja és kihasználja a környezetét, mint a környezete a behódoló felet. A mesében a Kán is átadta minden döntését, minden felelősségét a feleségének. Parancsolgasson az asszony, legyen dühös, haragos, féljenek tőle. Bezzeg ő, a Kán. Ő csak egy szerencsétlen áldozat, aki kényszerítve van a dolgok megtételére. Így nem ő a hibás, nem ő tehet a megtörténtekről, hanem a felesége. Amíg a feleségét szidják, félnek tőle, és elmondják mindenféle gonosznak, addig ő a Kán csak egy szerencsétlen áldozat marad, akit sajnálni kell, és ugyanúgy ki kell szolgálni, mint az asszonyt. És ezen a ponton lesz az asszony házi sárkány, egy kibírhatatlan fúria, aki maga is ugyanolyan áldozat lesz, mint a férje. Annak az áldozata, hogy a férfi nem hajlandó betölteni a feladatait. Nem használja a képességeit, nem vállalja a felelősséget, vagyis felborítja a női és a férfi feladatok közötti egyensúlyt. És ha ez az egyensúly felborul, a férfi cselekvőképtelenné, döntésképtelenné válik, akkor a nő kénytelen átvenni az események kontrollálását, a döntések meghozatalát olyan dolgokban is, ami nem az ő hatásköre, nem az ő kompetenciája lenne.
Ilyenkor a házastársak között zavar keletkezik. Felborul a helyes egyensúly, és mind a két fél kilép természetes szerep köréből, a férfi és a női szerepből. Ha egy férfi nagyon passzív, és akkor sem lép, és akkor sem dönt, amikor annak ideje volna, akkor ez oda vezet, hogy az illető nem marad olyan helyzetekben, amelyekben lelkileg fejlődhetne. Elakad a lelki fejlődésben, elveszíti társa megbecsülését, kiprovokálja, hogy folyton áldozattá váljon, hogy behódolhasson. Vagyis eléri pontosan azt, hogy minden felelősség alól mentesüljön, hogy ne lehessen felelősségre vonni, elmarasztalni. Ezzel a döntések lelki terhét a feleségére helyezi, aki szépen besétál a csapdába, és tényleg zsarnokká válik, gonosz dolgokat tesz, és ezért elítélik mások. Hogy mi történik a Kán palotájába, ezt a következő részből fogjuk megtudni. Innen folytatjuk, légy velem a második részben is. Köszönöm, hogy meghallgattad a videómat. Ha tetszett, lájkold, oszd meg, iratkozz fel a csatornámra, és várlak vissza a következő videómra. Sziasztok!